2015 óta a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése is a NÉBIH feladatai közé tartozik. A hatóság és azon belül a faanyag terméklánc felügyelet dolga, hogy az illegális tevékenységből származó faanyag piacra jutását, értékesítését megakadályozza. Az angol neve alapján EUTR rövidítésű felügyelet erdészeti főfelügyelője híradónknak elmondta, hogy az illegális eredetű fatermékeket forgalomba hozó és a vásárlókat megkárosító személyekkel szemben mintegy 90 millió forint értékben szabtak ki erdővédelmi bírságot, és rendeltek el bevétel elkobzást az elmúlt 5 évben. Emellett csak nem 4000 köbméter, azaz nagyjából 40 ezer mázsa illegálisan kitermeltnek minősülő faanyagot is elkoboztak. Ezek felhasználására a NÉBIH pályázati lehetőséget hirdetett. Ugye 3 fő csoportja van a pályázóknak. Igényelhetnek ilyen faanyagot közcélú feladataik ellátására települési önkormányzatok, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, illetve közhasznú szervezetek. Ami nagyon fontos, hogy ezt nem ők használhatják föl, hanem szociálisan rászorulóknak el kell juttatniuk ezt a tűzifát. Legfeljebb 120 köbméter tűzifát igényelhetnek 3 millió forint értékig, illetve legfeljebb 5 millió forint értékig igényelhetnek ipari fa alapanyagokat, tehát fa termékeket, amiből később deszkát vagy más fűrészipari terméket tudnak fűrészeltetni. Az eredetigazolás nélküli élelmiszereknél a magas kockázat miatt többnyire a megsemmisítés az egyetlen járható út. Az elkobzott fatermékeknél azonban szerencsére az uniós szabályok is lehetőséget adnak a közérdekű célra történő felhasználásra. Ezzel egyrészt csökkenteni lehet a környezeti terhelést, mert az elkobzott, de újrahasznosított tűzifa helyett ugyanezen célra már nem vágnak ki újabb fákat, másrészt a rászorulók szociális helyzetének javításához is hozzájárulnak. A legegyszerűbben úgy lehet elérni a pályázati felhívást, hogyha beütjük a keresőprogramba, hogy EUTR és NÉBIH, ekkor eljutunk az EUTR faanyagkereskedelmi lánc felügyelet nyit oldalára, és ott középen az alul találunk egy ikont, hogy faanyagok közérdekű célú igénylése. Ha ezt az oldalt kinyitjuk, ott megtaláljuk azokat a tételeket, amiket aktuálisan a hatóság pályázatra meghirdetett. A faanyag terméklánc felügyelet szabályozásának a célja, hogy megakadályozza az illegális fakitermelésekből, erdőirtásokból származó faanyag Európai Unió területén történő értékesítését. Ezzel a tagállamokban és világszerte hozzájárul az erdők, a fával borított területek védelméhez, és ezen keresztül a klímavédelmi és más környezetvédelmi célok eléréséhez. A teljes kereskedelmi láncot ellenőrizve, így ki tudják szűrni az eredetigazolás nélküli termékeket, és hatni tudnak a jogszerűtlen tevékenységet folytatókra, ezáltal a vásárlókat is védik.